1-2-3-4. Szép jó napot kívánok és jó szurkolást mindenkinek! A Budapest Cowbells a Vukovi Belgrád csapatát fogadja a 2017-es CEFL Championship névre keresztelt alosztályának első fordulójában. Döcögősen indult az év a Cowbells csapatai számára, mind a HFL-ben, mind a divízió egyébe delegált együttesek is vereséget szenvedtek a szezon nyitókon, és míg a kettes csapat azóta szépíteni tudott a két héttel ezelőtt rendezett első hazai találkozón, ahol a Gladiators-t győzték le igen magabiztos 21-0 arányban, a nagy csapat hitt és most készül bemutatni ugyanezt. A felkészülési időszak remekül sikerült, ezt egy igen egyoldalúan pontgazdag barátságos meccs is illusztrálta, amit ezen a pályán rendeztek március 12-én a Temesvár 89ers ellen, amikor is 76-3 arányban sikerült győzni. Ezt sokan közületek biztosan láttátok itt élőben. A HFL szezon nyitón viszont a Miskolc Steelers szörülhetett. Mai meccsünk ugyanezen összeállítás részvételével a Central European Football League, vagyis a CEFL keretén belül zajlik. Ennek a bajnokságnak a lebonyolítása mondhatjuk, hogy évről évre változik. Idén két különböző osztályban rendeznek versenysorozatot, a CEFL Cup és a CEFL Championship fantázia neveken, ez utóbbiban szerepel a Cowbells. Ezek jellemzői, hogy az előbbiben CEFL Cup néven a legtöbb tavaly is részt vett csapat szerepel, míg utóbbi a Cowbells mellett több Európa szinten is komolynak számító név, többek között az IFAF bajnokok ligájának aktuális bajnoka, valamint 5 különböző nemzeti bajnok, és a jelenlevő csapatok személyében 2 bajnoki ezüstérmes. Összesen 7 csapat szerepel tehát ebben az osztályban, azon belül 2 csoportra bontva. Nyugaton a dán bajnok Triangle Razorbacks, az osztrák bajnok Schwarco Raiders, a lengyel, illetve IFAF Európa bajnok Wroclaw Panthers, a keleti csoportban pedig a szerb bajnok Kragujevac Wild Boars, a török bajnok Kocsi Rams és a 2 jelenlevő Belgrád és Budapest került beosztásra. A lebonyolítás már csak a kis létszámból fakadóan is egészen egyszerű, minden csapat 2 alapszakasz. Két alapszakasz meccset játszik, egyet otthon, egyet idegenben, és az így kialakuló tabella adja 2 csoportgyőztest, ők játszanak majd döntőt. Kevésnek tűnhet ez a mérkőzés szám, mivel hogy az is, de földrajzi értelembe véve óriási a mezőny, elég ha csak annyit feltételezünk, hogy egy török-dán döntő is összejöhet, ami nagy valószínűséggel hát egy repülőúttal lenne lehetséges megrendezni, de hogy átlagos csapatbusz sebességével a kisebb távolságok, az egymáshoz közelebb lakó csapatok is éppen elég sokat utazhatnak, és ez nem könnyíti meg a találkozók összeegyeztetését, így mondhatjuk, hogy korrekt a szervezés, különösen annak tekintetében, hogy a Nemzetközi Szövetség hát nem igazán adta áldását a baj. Így valamennyi kockázatvállalással mindenképpen jár a részvétel, bár egyelőre csak ennyit tudunk. A Cowbells részéről a tavalyi bajnokság is a HFL naptár idézőbe vett kiegészítéseként játszott szerepet. A CEFL meccsekkel vegyítve bő 2,5 hónapon keresztül minden héten pályára léphetett az első számú alakulat. Erről elmondhatjuk, hogy egy igen ritka együttállás, és jót tesz a forma időzítésnek, a meccsben maradásnak, amit az idei etaptól is elvárunk, valamint az edzői stáb elmondás alapján csupán nemzetközi tapasztalatszerzés volt a cél, ahhoz képest a 2-2-es mérleg kifejezetten jónak számít, még akkor is, hogyha a 2 győzelem közül az egyiket játék nélkül írták jóvá, hiszen az India Indians akkor lemondani kényszerült a meccset, ez lett volna a tavalyi bajnokság nyitánya. A maradék 3 találkozóból egyet rendeztünk az építők pályán, ami a Novi Sad Jux győzelmével ért véget, aztán a NIS Imperatori otthonába utazott a Cowbells, ott egy igen fölényes győzelmet sikerült aratni, Vári Tamás 5 TD-t passzolt 3 különböző elkapónak, Cseperkáló Péter 2-t, Alex Tibbles pedig 1-et futott, Szent Irmai pedig 100%-kal rúgott, az a végeredmény akkor 58-0 lett, az utolsó meccs viszont nem jött össze, bár a Vukovi otthonában is sikerült szép számokat produkálni, végül 52-36-ra a hazaiak győztek, ezzel bezárólag csoport elsőként jutottak tovább, a Cowbells pedig a csoport 3. helyén az akkori szabályok szerint kiesett. A Vukovi végül az elődöntőből is tovább jutott, ahol a horvát Zagreb Patriotsot győzték le, végül az osztrák Graz Giants már túl nagy feladatnak bizonyult a számukra a döntőben, maradt át az ezüstére. Az ugyanígy párhuzamosan futó szerb bajnokságban is a döntőben kaptak ki, az itt is csoport ellenfélként szereplő Kragujevactól.
a mai napon ők is a pályára lépnek Isztambulban a Koç Rams ellen. Velük nagyjából egy időben, amennyiben értesülünk részeredményekről, úgy be is fogunk azokról számolni. A magyar szintér többi részén is akadnak még meccsek a hétvégén, ezek közül egy Cowboys kötődésű találkozót emelnénk ki, a Rebels Old Boys. Javarészt azokat a félig meddig visszavonult játékosokat tömöríti, akik a Rebels Cowboys egyesülés, vagyis a Cowboys megalakulása környékén különböző okokból nem maradtak az új csapattal. Idén viszont újra egyesültek, és a divízió 2 keretén belül lépnek pályára. Két héttel ezelőtt már megmutatták, hogy bizony van még mit a tejbe aprítaniuk, a Budapest Eagles második számú csapatát 47-6-ra verték. Ma pedig az újjáépítés alá került Nyíregyháza otthonába játszanak, amennyiben lesz elérhető info. A többi pályáról is jelentünk majd. A csapatok közben már fel is sorakoztak a bevonuláshoz. Köszöntöm a játékvezetői bizottságot, most pedig köszöntsük a pályán nagy tapssal a Vukovi Belgrád együttesét. Most pedig köszöntsük nagy tapssal a Budapest Cowboys-t! Jó szurkolást kívánok tehát mindenkinek, pillanatokon belül folytatódik a mérkőzés a pénzfeldobással, amelynek értelmében eldől, hogy melyik csapat vezetheti az első támadó sorozatot. Igazán nagymúltú együttesről van szó egyébként, a Vukovi Belgrád személyében a Cefölt. Ezt a bajnokságot az évente normális átszervezésektől függetlenül összesen nagyjából 5-ször nyerték meg, legutóbb 2014-ben, a szerb bajnokságot pedig összesen 8-szor a jelenlegi formájában, 6-szor, legutóbb szintén 2014-ben, idén két meccs van már a hátuk mögött, szerb szezonnyitó nagyarányú győzelmet arattak az India Indians ellen, a Kragujevac viszont legyőzte őket, így ma a Cowboys-hez hasonlóan javításért játszanak, és hát kísértetésen hasonlít ez a forgatókönyv, mind a két jelenlévő csapat a tavalyi döntő visszavágóját is elveszítette. Ez is adhat egy kis extra pikantériát a mai küzdelemnek. Közben meg is jöttek a csapatkapitányok a pénzfeldobáshoz. Szeretnék előre elnézést kérni, hogyha a szerb nevekkel egy kicsit bajban leszek. A vendégcsapat csapatkapitányai Mladen Stojanovic, 72-es számmal Alexander Stankovic, 3-as számmal Nemanja Lazarevic, és 56-os számmal Daniel Maximovic, ugyanez a Cowboys oldalán, Bánfi Mihály, Cirók Márton, és ha jól látom, akkor
Törzsök Tamás és Pozsonyi Bence még a másik két csapatkapitány, elnézést kérek, de pont kitakarták őket a vendégcsapat játékosai. Most pedig hallgassuk a bíró bejelentését. The visiting team has won the coin toss. They deferred the second half. Home team received the ball. Az első támadás tehát a Cowboys vezetheti, miután Vukovi úgy döntött, hogy majd a második félidőben dönt erről a kérdésről. A 9-es számú Márkó Todorovics készül elvégezni a vendégek kirúgását, ezt hátul a Cowboys oldalán Roják Richard és Erika Dzsimán várják. Ebben a pillanatban kezdetét veszi tehát a mérkőzés. Roják Richard kezében a labda, a 20 yardos vonal környékéről indul a visszahordás, és nagyjából 10 yardot tudott még hozzátenni a Cowboys mezőny pozíciójához, vagy 11-et körülbelül. A saját 31 yardos vonalukról kezdhetik meg a támadást a Cowboys tagjai, és hogyha jól látom, akkor Cirók Márton lesz a kezdő irányító. De a CFL keretein belül tavaly egy mérkőzésen kezdett Cirók Marci, a HFL szezonnyitóján pedig a Miskolc Steelers ellen már vezette a Cowboys offenzét, és ha jól látom, akkor egy bemozdulással indul meg az első play. Zsikla Zoltán kezében a labda, az elkapás jó, amennyiben védő oldalon volt a szabálytalanság, úgy ezzel az elkapással valószínűleg jobban is jár a Cowboys, de hallgassuk, hogy hol látták a bemozdulást a játékvezetők. Offside defense, number 95, 5-yard penalty, first down. Úgy látszik, hogy mégiscsak a büntetést választja inkább Karim, így második és, illetve első és öt lesz így. Négy elkapóval áll föl a Cowboys, baloldal irányába passzolt Cirók, és Takács Bencén igen, szorosan védekezett, 43-as számú Stefan Konics, második és öt lesz így. Cirók ismét a bal oldal fele néz körül, Zsikla Zoltán elkapja ezt a labdát, és az első szerelést is lerázza magáról. A first down ezzel már meg is lesz. Körülbelül 3-4 yardot tett még hozzá az elkapás után. A saját 40,
két-három yardos vonaláig sikerült előre jönnie a Cowboysnek. 41 lesz nagyjából. Első és 10 következik. Első és 10 lesz. Play action után Cirok Marci futja meg ezt a rövidre adott szituációt. Cseperkáló elfutott keresztbe. Második és 9 lesz. Ismét bal oldalra passzol Cirók, és egy gyönyörű védekezés a vendégektől. Hármas számmal Nemanja Lazarević ütött bele a labdába, és utána a földön fekvő linebacker kapta el. Ez igazán nagy játék a vendégek védelmétől. Őszintén sajnos nem tudok gratulálni hozzá, de a saját érfelükről kezdhetnek támadást. A Cowboys védelme érkezik a pályára. Első és 10 lesz. A saját 45 yardos vonaláról támadhatnak a vendégek. Igazán nem mondhatjuk, hogy Cirok Marci hibája lett volna. A felpattanó labda mindig veszélyes. Igazság szerint Nemanja Lazarević bele ütése az, ami az igazi villanás a védelemtől. Elsőre passzjátékkal nyitnak a vendégek, ebből 5 yardot sikerült nagyjából hozni. Nagy Kevin csinálta meg a szerelést az egyes számú Nikola Simovicson. 6 yardot írnak jóvá a játékvezetők egész pontosan ebből a játékból, a második és 4 következik. 4-es számú Louis Kindle, egy Egyesült Államokból érkezett légiós irányít a Bukovinál. Újabb passzjáték, hosszú, és megvan a vendégek pontszerzése. Ismét az egyes számú Nikola Simovicsra húzta föl ezt a játékot a Vukovi. Nagy Kevin épp hogy 2 yarddal maradt le tőle, ez elég volt ahhoz, hogy a vendégek pontot szerezzenek. A 9-es számú Márko Todorovics vállalja az extra pontot. Ha jól látom, akkor ballábas rúgás következik. Az extra pont jó. 7-0 tehát a vendégeknek. Két playből hoztak 55 yardot. Erik Adjiman visszahordása a 20 yardos vonal környékéről indul, és van még helye 10 yard, középen befutott a vendégcsapat játékosai közé. 30 yardos vonalról kezdheti meg a támadást a Cowboys, hát nem volt túl sok idejük az előző rossz támadó játék után átgondolni újra a dolgokat. Ugyanakkor azt is mondják, hogy ha ledob a ló, azonnal vissza kell ülni. Érkezik vissza az offense a pályára. Első és 10 következik, a labda
kicsivel a 30 yardos vonaltól bejjebb. Futójáték középen, Cseperkáló kezében a labda. 3-4 yard nagyjából. Második és 6 következik. Második és 6. 3 elkapó. A 35 yardos vonalnál pattan le a labda, és a Cowboys szempontjából még 10 yardot pattog hátra. A saját 25-öséről kezdheti meg a támadást a Vukovi. Első és 10 lesz tehát a védelmen a sor, hogy megállítsák a vendégeket, és látótávolságban maradjon az eredmény. Futójáték zászlóval a 32-es számú Mihailo Josovics kezében volt a labda. Van akkor egy szabálytalanság a pálya közepén, és valaki lenn is maradt. False start, offense, number 65, 5-yard penalty, first down. Cirkos Dániel maradt lent Cowboys oldalról. Ha jól látom, akkor a bokáját vizsgálgatják. Közben 5 yarddal romlik a vendégek mezőny pozíciója. A 20-asra teszik le a bírók a labdát, Cirkos Dánielt pedig felsegítik, tapsot kérünk, jobbulást kívánunk, reméljük, hogy vissza tud még térni ebbe a mérkőzésbe. Első és 15-tel folytatják a vendégek. Fontos állandó összetevőjét veszíti el a Cowboys védőegysége Cirkos kiesésével, reméljük, hogy későbbiek során még láthatjuk ma a pályán. Első és 15 lesz. Passzjátékra vállalkoznak, és az elkapás is jó. Ugyanakkor a szerelés is igen lendületesre sikerül, német Bence. Második és 4 lesz így, és hogyha jól látom, akkor német Bence is megérezte egy kicsit ezt a szerelést. Ugyanakkor talpon marad, és egyelőre marad is a meccsben. Második és 3 következik, play action után megtartja magának az irányító. Ez pedig jól olvassa a védelem. Bánfi, és... és közben úgy látszik, hogy német Bence sérülése súlyosabb. Orvosi segítséget szeretnénk kérni a pályára.
Németh Bencének úgy látszik, hogy a térdét, vagyis lábszárát ápolják. De ha minden igaz, a saját lábán hagyja el a pályát, tapsot kérünk, jobbulást kívánunk ő neki. Elég rossz sorozata van mostanában a sérülésekkel, tavaly a válogatott meccsén törte el a kezét, meg is kellett műteni, abból épp hogy felépült, abból a sérülésből. Reméljük, hogy ő is vissza tud még térni ebbe a meccsbe. Közben 3-4 yardot veszített az előző szekkel a Vukovi. Harmadik és 8 lesz így. Screen pass, és abból a first down nem sikerül megcsinálni. 27-essel Stefan Mitrovic kapta ezt a labdát. Negyedik kísérlet, és körülbelül 2 yard lesz. Ha minden igaz, akkor elpántolja a Vukovi. Közben nem sikerült befejeznem az előző szekken, az 52-es számú Magyar Ádám és 48-as Bánfi Misi osztoznak. Ezzel sikerült, ha minden igaz, kivédekezni ezt a támadást, azonban most még oda kell figyelni. Ha jól látom, az 1-es számú Nikola Simovic végzi el a pantot, Erik Adjiman várja a visszahordáshoz a labdát, el is rúgják a vendégek. Elég rosszul sikerül ez a pánt, a 40 yardos vonal környékén kipattog az oldalvonalon. Jó mezőny pozícióból kezdhet újra támadni a Cowboys. Első és 10 lesz a saját 41 yardos vonaláról. Kezdheti meg a támadást a Cowboys. 4 elkapós felállás. Círók Márton jobbján cseperkáló, kapja is a labdát, és sikerül kibújnia a védőfal szorításából. Ugyanakkor, ha jól látom, akkor 0 yard környékén állították meg. Második kísérlet következik. Egy minimális hátraszorulás az eredmény ennek a játéknak. Második és a 10,5 lesz nagyjából. Egy passzjáték a jobb oldalra. Zax Norbert elkapása. Gyönyörű nagyjáték a Cowboys-től. Át is jutnak ezzel a Vukovi térfelére. Úgy a 32-3 yardos vonal közelében vitték le Zax Norbertet. Első és 10 lesz így. Play action után egy screen pass, az elkapás jó is, és 5 yardot sikerül még nagyjából hozzátenni. Második számú Rácz Benedek kapta a labdát. Második kísérlet következik. Második és 6 egész pontosan. Próbál tehát minél több embert használni, bevonni a passzjátékba Círók. Második és 6. És egy bemozdulás, nem is engedik tovább a játékvezetők, bár védő oldalon láttuk a szabálytalanságot. A bíró bejelentése azonnal igazságot tesz majd. Offside, defense, number 91, 5-yard penalty, second down.
Épp hogy nem lesz meg a first down ezzel a büntetéssel, de már csak egy yardot, illetve még annál is kevesebbet kell megtenni, hogy folytathassa a támadást a Cowboys. Második kísérlet következik. Most a jobb oldalt töltik meg jobban a Cowboys elkapói. Play action után passzjáték. Ugyanakkor harap a védelem, megkergették Cirókot. Körülbelül 4-5 yardnyi veszteség jött össze ebből a játékból, harmadik és 5 következik. Harmadik és 5 következik. Ismételt passzjáték jobb oldalra. Rácz felé szállt a labda. Bravúros egykezes elkapás lehetett volna. De csak leütni tudta a labdát. A negyedik kísérlet következik, és hát ez egy kifejezetten jó mezőny pozíció. Lehet, hogy érdemes átgondolni, hogy neki menjenek negyedikre. Egyelőre marad is az offense a pályán. Negyedik és 5-re fent marad az offense, ugye pont szembeszélbe állnak, így nem feltétlen lenne ideális egy mezőnygó kísérlethez. Sikerült beugratni a védőket, ugyanakkor ezt a játékot már tovább engedik a játékvezetők. Három elkapó közé dobta be Cirók, ugyanakkor a büntető yardokkal valószínűleg meg lesz a first down. Így is jó a Cowboysnek, folytatják a támadást, feltéve, hogy ezt a bírók is megerősítik. Offside, defense, number 66, 5-yard penalty, fourth down. Hát úgy látszik, hogy tévedtem, és nincs meg a first down, egész kevés, néhány inch hiányzik tőle. Valószínűleg ez érdemileg nem változhat a Cowboys tervein. Negyedik és 1, és Cirók átmegy a falon. Szép felismerés az irányítótól, nem is kellett igazság szerint taszigálni hátulról. Utat nyitottak neki a támadó falban, és még egy 2 yardot nagyjából hozzá is tudott tenni a saját, illetve a Vukovi 18 yardos vonaláról folytathatják a támadást, első és 10 következik. Szépen felépített támadás a Cowboys részéről. Nem is kell semmit elkapkodni. Rengeteg idő van még hátra, és csak 7-0. Amerikai futballban én szerintem az semmi. Futójáték, cseperkáló, és érintetlenül megy át a falon. Gyönyörű futás, meg is lesz a first down. Első és 10 következik. Igen, kemény volt az az ütközés, de cseperkáló csak simán megvárta, hogy a feje fölött álló játékosok kicsit több helyet hagyjanak a felálláshoz. Első és gól következik, körülbelül 5 yardot kell megtenni a pontszerzéshez. Roják Richard is csatlakozott a Cowboys offenzéhez. Két elkapó a széleken, Roják kapja a labdát, cseperkáló bemegy középre blokkolni, de a kupacban nem sokat sikerült előre haladni, sőt, egy egészen keveset hátra. Második és gól lesz így.
Roják és Cseperkáló is maradt a következő playhez. Ismételten Roják kapja, most jobb szélre. Erre is odaérnek a Vukovi védői, klasszikus gengtekölt láthatunk. Öt ember vetődött Rojákra, pont mint a messzáma illik hozzá. Ennyi ember minimum kell. Harmadik és gól következik, és ismét egy kis yardveszteséggel számolhat a Cowbells. Most már 7 yardot kell megtenni a pontszerzéshez. Kár lenne, hogyha ez a szépen felépített drive itt most nem tudna touchdown-nal véget érni. Harmadik kísérlet. Immár 3 elkapóval áll fel a Cowbells. Pontosabban 2 elkapóval és tight enddel. Passzjáték bal oldalra, és ebbe a Vukovi játékosa ért bele. A negyedik kísérlet lesz tehát. És hogyha jól látom, akkor mezőnygól kísérlet. Reméljük, hogy éppen alább hagy majd a szél. Magyar Csanád és Szent Irmai Zoltán várják a labdát. Szent Irmai rutinjával ez új gyakorlat. 7-3-ra jön föl tehát a Cowbells. Az első negyed közepén. Hát nagy kár érte, hogy ebből a drive-ból nem lett TD. Ugyanakkor az építkezéshez ez is megteszi. Villania kell a védelemnek, hogy minél hamarabb visszakapja a Cowbells offense a labdát. A kirúgást Nagy Kevin végezheti el. Nagy Kevin kirúgása a 20 yardos vonalig, onnan indul a visszahordás, és szépen gyorsult fel a vendégek visszahordója, 27-es számmal Stefan Mitrovic. A saját 41 yardos vonaláról támadhatnak a vendégek. Passzjáték, Nagy Kevin ezúttal szorosabban követi az elkapóját, és ha jól gondolom, akkor azt, hogy a vállára tette a kezét, szabálytalannak is minősítik a játékvezetők, bár igazság szerint nem nagyon lökte vagy rántotta a vendégek elkapóját. Halljuk a bíró bejelentését. Pass interference, defense, number 37, 15 yard penalty. On the first down. Tizenöt yardjába került ez a Cowbellsnek. Első és 10 következik ezzel. Átjutott a Cowbells térfelére a Vukovi. 4 elkapóval állnak fel. Egyszerű elkapás. És megcsinálják a szerelést a Cowbells játékosai. Második és 1-2 lesz nagyjából így.
Második és kettő, ismét egy passzjátékhoz néz körül a vendégek irányítója, és egy gyönyörű védekezést láthatunk. Kárpáti Balázs 30-as számmal leütötte ezt a labdát. Harmadik kísérlet következik. Egyelőre úgy látom, hogy se Cirkos, se Németh Bence nem tért vissza a védelembe. Ugyanakkor cseperkáló nose tackle feladatot is vállal magára. Nem is véletlenül a Cowboys egyik legfizikálisabb játékosáról van szó. Alapvetően erőfutásokra használják, de most a védelemben is szerepet vállal. Harmadik és 1-2 lesz. Passzjáték és tiszta elkapás. Majdnem sikerült kiütni a kezéből a labdát a 6-os számú Duane Bradynek. Úgy tudom, hogy nem rokon a bizonyos Tomnak, de a first down megcsinálta, és Cowboys 21 yardos vonaláig hozta előre ezzel a vendégeket. Most pedig a térfélcseréből az is kiderül, hogy a következő play már a második negyedben jöhet létre. A labda tehát a Cowboys 21 yardos vonalán, első és 10, támadhatnak a vendégek. Passzjáték oldalra, az elkapás jó, és az elkapás utáni yardokból, ha jól látom, még nincs meg a first down, nagyjából 8 yardot tett hozzá az egyes számú Nikola Simovics. Második és 1 következik. Három elkapó és tight end a vendégeknél. Ismételten Brady kapja a labdát, first down meg is van, első és gól lesz a következő játék, nagyjából 5 yard kell a pontszerzéshez a vendégeknek. Futójáték, ez pedig remekül olvasta a védelem, ugyanakkor lerázza magáról a szereléseket. A 32-es számú Mihajlo Josovic kapta ezt a labdát. Körülbelül 2 yardnyi előradást hozott a vendégek konyhájára. Második és gól következik. Most pedig egy időkérés. Cowboys oldalon újra tárgyalják a következő játék előtt a teendőket. Team timeout, defense, first team timeout, remaining time 10 seconds and 15 minutes. 10 minutes and 15 seconds, sorry. 12 perces negyedekkel dolgozunk ebben a bajnokságban. 10 perc 15 van tehát hátra. Második és gól. És a Cowboys elégetett egy időkérést. Ebből ugye egy fél időben 3 van a csapatoknak. Második és gól lesz.
futójáték, illetve play action, én magam is eltévesztettem irányító futással, megvan az ismételt touchdown a vendégeknek, 13-3-ra lépnek el így. Louise Kindle 4-es számmal maga futotta meg ezt a touchdown-t, most pedig következhet még az extra pont. Az extra pont pedig jó, 14-3 lesz tehát, kicsit odébb ment a long snap, úgy kellett érte nyúlnia a holdernek, de sikerült a rúgás, 14-3 lesz tehát, a kirúgás után próbálkozhat válaszolni a Cowboys. Royal Richard felé száll ez a labda, a 12 yardos vonalról indítja vissza hordást, a 30-asig érintés nélkül el is jön, ott azonban lekapcsolják a vendégek special team játékosai, a 31-2 yardos vonal között kezdheti meg a támadást a Cowboys. Kicsivel kevesebb, mint 20 yardot tudott visszahordani Royák, első és 10 következik. Mondjuk a labda hely és a nyalók az nem igazán stimmel, de semmi gond. Első és 10. Royák futása. Volt egy körülbelül fél yardnyi előraladás, utána viszont hátrébb tolta a szerelés következtében a Vukovi. Tanakodnak egy kicsit a játékvezetők a labda helyéről, ugyanakkor ez pozitív yardos játék volt. Második és kicsivel több mint 9 következik. Három elkapó a bal oldalon, be is dobja közéjük, és Szabolcska Balázs elkapásával nagy játék a Cowboysnél. Remélem, hogy jól mondtam, igen, 82-es Szabolcska Balázs, korábbi Szexárd Bad Bones játékos, gyönyörű elkapás. Azt az infót kaptuk, hogy Németh Bence tércalak szakadás miatt nem tér már vissza ebbe a mérkőzésbe. Ebből nyilván a súlyosságától függően igen hosszú felépülési időszak várhat rá. Play action után irányító futás, Cirók megtartja magának a labdát. Kevés pozitív yardot sikerült kihozni ebből a játékból. Második kísérlet következik.
Második és 9. Ismételt play action után passzjáték. Takács Bence mögé érkezett ez a labda. Nincs meg tehát az elkapás. Harmadik és 9-el folytatja a Cowbells. Három elkapó jobb oldalon, Cirók viszont középre passzol, azon belül is kicsit balra, Roják kapta a labdát, az elkapás jó is volt. Körülbelül 3 yardot hozott a Cowboysnek ez a játék, ugyanakkor negyedik kísérlet következik, 4. és 5 ebből a távolságból. Legutóbb megpróbálták, most is úgy látom, hogy marad az offense a pályán. Előzőhöz hasonló nagy játékkal, akár még a pontszerzés is lehetséges lenne, úgyhogy egyáltalán nem értelmetlen ilyen távolságból megpróbálni negyedikre. Ismét a jobb oldal töltik túl a Cowboys részéről, egy bemozdulás a falban, és Takács Bence elkapja, és megvan a touchdown. Védő oldalon volt ugye a szabálytalanság, ezért nem fütyültek bele a játékvezetők. Takács Bence megcsinálja a touchdown-t. Gyönyörű nagy játék, erről beszéltem. Ugyan okoz ugye ilyenkor egy kis zavarodottságot is a bemozdulás. Offside, defense, number 91. The penalty is declined. Touchdown. Így is van. 9-14-re zárkózik fel így a Cowboys, és Szentirmai sorakozik az extra ponthoz. A rúgás pedig jó. 10-14 lesz tehát az állás. A vendégek javára szépít tehát a Cowbells. Nagy Kevin kirúgását nem hordja vissza a Vukovi, illetve ott még megszerezhető a labda, és a vendégeké, ugyanakkor nagyon mélyről kell kihozniuk, innen akár a védő pontszerzés is kilátásba kerülhet. Igen, közel odaértek a Cowboys játékosai is, akik kickoffot ugye nagy felelőtlenség így össze-vissza pattogni, hagyni. Nem olyan, mint a punt. A 10 yard megtétele után élővé válik a labda. Így mindkét csapat megszerezheti. Most pedig kevesebb, mint 5 yardról kell kihoznia a Vukovinak. Biztassuk a védelmet, hazai szurkolók. Innen akár még ők is örülhetnek pontszerzésnek. Passzjátékkal nyitnak a vendégek, és gyönyörű védekezés Nagy Kevintől. Egészen egyértelműen nem szeretné még egyszer elkövetni azt a hibát, amiből már pontot is szerzett a vendégegyüttes. Szorosan védekezett az egyes számú Nikola Simovicson. Második és 10 lesz.
megtartja magának az irányító, miután nem talált szabad célpontot. Ezt jól olvassa a védelem. Törzsök Tamás szerelése. Így is sikerült egy olyan 3 yardot hozniuk nagyjából. De még mindig a 10 yardon belül indíthatják el a játékot. Harmadik kísérlet következik. Ha itt ki tudja védekezni a Cowboys, ebben a mezőny pozícióban egész biztos, hogy elpántolná a Vukovi, és akkor az egyenlítésért, illetve a fordításért támadhatnak Cowboys. 3. és 6, és sikertelen a passzjáték. 4. kísérlet következik, innen pedig egészen egyértelműen el fogják pántolni. Nikola Simovic vállalja a pantot, Erika Dziman pedig a 45 yardos vonal környékén várja a labdát. Elrúgják a vendégek, és ez a pant nem sikerül valami fényesen a saját 30 yardoson belülről. Belül pattan ki az oldalvonalon a labda. Kiváló mezőnypozícióból kezdheti meg a támadást a Cowboys. Ettől nem sokkal közelebbről csinálták meg az előző touchdown-t. Egész pontosan a Vukovi 27-8 yardosa között indíthatja el a támadást a Cowboys. Első és 10 lesz. Első és 10 lesz, passzjátékhoz néz körül Cirók. Szabolcskának nem sikerült befutni ezt az útvonalat, ugyanakkor sárga zászló is színesíti az eredményt. Hallgassuk a bejelentést. Holding, offense, number 66, 10-yard penalty. First down. Második és 20-ra romlik a Cowboys mezőny pozíciója. Első, bocsánat, megtévesztett a rosszul átállított down jelző. Megpróbálták beugratni a vendégeket, talán sikerült is. Roják futása pedig hasznos yardokat hoz a Cowboys konyhájára, nagyjából 17-et egész pontosan. Halljuk, hogy mi volt a szabálytalanság. Offside, defense. Number 51, 5-yard penalty. Penalty is declined. A játék végeredményével jobban jár a Cowboys, mint a büntető yardokkal, ezért is nem kérték a büntetést. Második és 3-4 következik. Passzjáték a bal oldalra. Szép védekezés a vendégek 32-esétől, Mihailo Josovic. Szabolcska Balázs különben jól helyezkedett ehhez a passzhoz, így csak ezen a leütött labdán múlott az, hogy nem lett ismét egy szép nagy játék a Cowboysnél. 3. és 4-jel folytathatjuk.
Három elkapó a bal oldalon, Royal kapja jobbra. Az elkapás utáni yardokkal egy-kettőt sikerült még hozni, a first down meg lesz ebből, és kipattant a labda, de Szabolcska Balázs összeszedte. Valószínűleg lent is volt már Royák, úgyhogy nem is lehetett volna a labdaszerzés a vendégeknél. Első és 10 lesz a 12 yardos vonal közeléből. Folytatja a Cowbells. Megtartja magának Cirók. Ebből nagyjából 3 yardot sikerült hozni. Több is lesz az 5. Második kísérlet következik. Második és 5 következik, Cseperkáló kezében a labda, középső futás, és mélyen be tudják még tolni a védőfalat. A first down ebből meg is lesz. Első és góllal folytathatja a Cowbells. Ismét lassan, de biztosan építkeznek, és sikeresek a játékok. A pontszerzéssel pedig a fordítás is meg lehet. Ismételt cseperkáló futás. Pozitív yardos, de a pontszerzés még nincs meg. Egy yard környékén teszik majd le a bírók a labdát, vagy talán még annál is közelebb. Második és gól következik. Play action után egy passzjáték, az elkapás jó, és megvan a touchdown, és ezzel a fordítás is a Cowboysnek. 16-14, átveszi a vezetést a hazai együttes. Gyönyörű játék. Rácz Benedek, 2-es számmal. Vetődés közben bravúr elkapás. Szentirmai berúgja az extra pontot, 17-14, átveszi a vezetést a Cowbells. Szépen felépített támadó sorozat, persze a vendégek rossz pántja is kellett hozzá, de a maradékot nagyon szépen oldotta meg a támadó egység. Látszik az, hogy Cirók Marci részéről ezek a rövid passzok jobban ülnek. Gyorsabban engedi el a labdát, és a támadó falnak is több esélye van megvédeni. Ugye erről lehet tudni, hogy az ő mobilis stílusa egy kicsit megnehezíti azt, hogy a támadó fal megvédje. Vári Tamás korábban klasszikus zsebirányító volt, ehhez képest kicsit bonyolítja a dolgokat, hogy Marci szeret kimozogni a zsebből. Ugyanakkor, amikor gyorsan engedi el a labdát, akkor ülnek a passzok, és látszik, hogy működnek a játékok, és nem kis pályás az ellenfél egyáltalán, úgyhogy érdemes ebből kiindulni, erre alapozni. A visszahordás nagyon mélyről, 5 yardon belülről indul Duane Brady, és szépen szlalomozik, és még mindig talpon, nehéz levinni Duane Brady-t, ugyanakkor onnan már nem tud már további yardokat szerezni. Én azt gondolom, hogy kilépett az oldalvonalon, de nem fújták le a játékvezetők. Nagyon komoly visszahordás.
egészen a 44 yardos vonaláig hozta előre. Innen támadhatnak a vendégek. Első és 10 lesz tehát. Az elkapás jó, úgy nagyjából a félpályánál sikerült levinni a vendégek elkapóját, a 27-es számú Stefan Mitrovicsot. Második és 1-2 következik. Nagyon szépen hajtják végre a játékokat a vendégek. Kevés hibával, kevés elejtett passzal dolgoznak. Ugyanakkor az elkapás utáni yardokra is szüksége lett volna az elkapónak ahhoz, hogy meglegyen a first down. Második és 1-2 következik, most egy futójáték. Bal oldalon kerüli meg a falat a 32-es számú Mihály Josovics. És ha jól látom, a first down ebből meg is lesz. Two-minute warning, remaining time, 1 minute, 54 seconds. A play során túlhaladtunk tehát a pontos 2 percen. A Cowboys 46 yardos vonaláról folytathatja a támadást a Vukovi. Első és 10 lesz. Nagyon fontos a Cowboys számára, hogy vezetésre vonulhassanak fél időre. Ez az 1.56, ez még elég lehet arra, hogy végig menjen a Vukovi, de mindenképpen meg kell akadályozni a védelemnek. Futójáték, és kiváló blokkokat kap. Bánfim is azonnal odaért volna rá. Így viszont a második sor tudja csak lekapcsolni Dwayne Brady-t. Negatív yardos játék a vendégektől. Első és 11 lesz. És a pálya közepén ért véget a játék, úgyhogy mindenképpen pörög tovább az óra. Egyelőre nem kérnek időt a vendégek. Második és 11. Passzjátékhoz nézett körül az irányító, végül is nem dobta el a labdát, ugyanakkor egy zászló is volt középen. Amennyiben Cowboys oldalon a szabálytalanság, úgy megvan a first down a vendégeknél, ebbe azonban nem vagyok biztos. Hallgassuk a játékvezetőt. Holding, offense, number 72, 10 yard penalty, second down. Második és 21 lesz a büntető yardokkal. Visszaszorul a saját tér felére a Vukovi. Négy elkapóval áll fel a Vukovi, jobb oldalra passzjáték. Szépen sikerült a Stiff Farm a vendégek elkapójának. Ugyanakkor a first down még további 10 yardra van. 10-től egy kicsivel kevesebb, harmadik kísérlet következik. Kilépett az oldalvonal az elkapó, ez ugye automatikusan megállítja az órát. Harmadik és 9-10. Ezt viszont nem engedi tovább. A játékvezető, egy időkérés lesz valószínűleg. Team timeout. Home team, second team timeout. Remaining time, 55 seconds. 55 másodperc tehát, hogy ezt a 45 yardot megtegyék.
a vendégek második időkérését égeti el a Cowbells. A vendégeknek még mind a három megvan, így a pálya közepén véget érő játékok után még meg tudják néhányszor állítani az órát. Harmadik és 9-10 következik. Harmadik és 9-10 lesz tehát. Passzjáték a jobb oldalra, és ez egy interception. Törzsök Tamás, gyönyörű védekezés a Cowbells-től. Nem tudja tehát visszavenni a vezetést a fél idő előtt a vendégcsapat. Ellenben 50 másodperc környék ideje, még a Cowbells-nek is van támadni. Szép védekezés. Törzsök Tamás 58-assal. Első és 10 következik, a labda a 46 yardos vonalon. Első és 10 lesz tehát. Három elkapó a jobb oldalon, Cirok megtartja magának a labdát, át is tud bújni a falon. Egy yard után kapcsolják le. Folyamatosan pörög az óra közben, egy időkérése van még a Cowbells-nek. Második és 9-10 következik. El tudja indítani a labdát Cirók, hosszú passz, és ehhez is közelebb volt a védő. És ezzel ér véget az első félidő, 17-14-es hazai vezetés, tehát egy szűk negyed órán belül folytatjuk.
félidei fellépünk. Német Gyula. A főkolompos jelentkezik. Ki az, aki a Cowboysnek szurkol? Kiabáljon egyet! Oké, semmi más nem kéne, csak háromra azt mondani, hogy van egy álmunk. Menni fog? Menni fog? Egy, kettő, három! Van egy álmunk! Egy, kettő, három! Van egy álmunk! Van egy álmunk! Van egy álmunk, gyerek! Van egy álmunk! Nagy tapsot kérek Gyulabának! Egy showman veszett el benne pillanatokon belül. Folytatódik a mérkőzés.
Megérkeztek tehát a játékvezetők is. Nagy Kevin kirúgásával megkezdődik majd. Elnézést, Magyar Csanád kirúgásával megkezdődik majd a második félidő. 17-14-es Cowbells vezetés. Lapos kirúgás. A félpályánál szedi össze a vendégcsapat.